Ünnepi műsor nélkül, de emlékeznünk kell a 48-as forradalom és szabadságharc hőseire a koronavírus járvány harmadik hulláma ellenére is, mondta március 15-én Baranya megye 2. számú egyéni választókerületének országgyűlési képviselője. Hoppál Péter szerint azt üzenik az akkori események számunkra, hogy az önkény elleni kiállás, az akkori külső érdekeknek való ellenállás az ma is az osztály részünkkel, hogy legyen nekünk, magyaroknak. A 21. század kihívása az a globalizmus elleni helytállás, amikor a patriotizmus az önmagunkért való kiállás ellenében hatnak bizonyos erős erők, amelyek le akarják tiporni a személyi szabadságunkat és a közösségi autonómiánkat is. Lám, mennyit kell küzdeni mondjuk a határon túli magyarságnak a jogaiért, az autonómia törekvéseiért, mennyit kell küzdeni, hány aláírást, hány országban kell aláírást gyűjteni azért, hogy a nemzeti kisebbségek jogait is számon tartsa az Európai Unió. A globalista politikusok megpróbálják lábbal tiporni a nemzeti önazonosság és a nemzeti szuverenitás jogait. Magyarország most élen jár a nemzeti szuverenitásért vívott harcban az Európai Unióban, mondja a politikus. Ezt a szuverenitást erősíti meg napjainkban az is, hogy nem csak bólogató Jánosként várjuk, hogy az elhibázott Európai Uniós szerződésekkel megérkezzen késve, majd valamikor decemberben a magyaroknak szánt vakcina mennyiség, hanem saját lábunkra állunk, és külföldi lehetőségeket felkutatva Magyarország az első helyre kerül a beoltottságban. Most az a feladatunk, hogy a vakcinával segítsük a magyarokat, régen pedig az volt eleinknek a feladata, hogy a külföldi erők elleni szabadságot óvják meg és védjék meg. Ma így harcolunk a nemzeti szuverenitásért és a szabadságért. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! A Kossuth nóta eléneklése mellett koszorúval emlékezett a 48-as hősökre az országgyűlési képviselő.